Harmincadik fejezet. Volt egy szoba, mélyen a kőkastély alatt, ahová a benne lakó démon szeretettel ellátogatni. Sőt, a démonherceg időnként ki is engedte őt azokon a szemeken keresztül, amelyek egykor az övéi voltak. A szobát végtelen éjszaka borította, de az is lehet, hogy a sötétség a démontól származott. A sötétben is láttak. Azon a helyen, ahonnan a démon herceg jött, olyan kevés fény létezett, hogy megtanult az árnyékban vadászni. A kerek szobát elegáns ívben emelvények szegélyezték. Mindegyiken egy-egy fekete párna, a párnákon egy-egy korona. Úgy őrizték itt lent a sötétben a koronákat, akár a trófeákat, mint őt is. Egy titkos szoba volt. A herceg megállt a közepén, és a koronákat szemlélte. A démon teljesen átvette az ellenőrzést a teste felett. Ő nem tett semmit ez ellen, azután, hogy az ismerős szemű lány nem ölte meg. Azt várta, hogy a démon kimegy, de az inkább beszélni kezdett. A sziszegő nyugodt hang, mintha a csillagok közül szólt volna, és hozzá beszélt. Egyedül hozzá. A legyőzött népek koronái. Mondta. Hamarosan kiegészül a gyűjtemény, talán más világokból is érkeznek újabb darabok. Őt ez nem érdekelte. Pedig fontosnak kellene tartanod. Élvezni fogod, ha porigromboljuk a birodalmakat. Ő elfordult, próbált elbújni egy kis darab sötétségben, ahol még a démonherceg nem találná meg. A démon nevetett. Gerinctelen ember. Nem csoda, hogy a lányt is lefejezték. Próbálta elhallgattatni a hangot. Próbálta. Azt kívánta, bár csak a lány megölte volna.